Ez a film, ez valahogy egy ilyen gyógyító film, és hogy egy gyógyulás történet is valamilyen módon, tehát hogy van benne egyfajta vágyott optimizmus, amire mi is vágyunk itt a mi kis lángoktól öleltünkben. Itt Kelet-Európában, a mi környezetünkben nagyon sok romboló játszma van, és nagyon szeretem ebből egy picit kipöckölni, kimozdítani azt az eladót, azt a egészségügyi dolgozót, azt a hivatalnokot, akivel éppen szemben állok, és nagyon boldog érzés, amikor látom először a meglepetést, és aztán a fölszabadulást, hogy ja, nem muszáj undoknak lennem, nem muszáj eleve befeszülten válaszolnom, csak úgy beszélhetünk, és wow! Ez a rosszak-jók felosztás, vagy valami nagyon egyszerű világkép, vagy valami nagyon sima, erőszakos, valami betorkoló dramaturgiai megoldás ez a film. Ezeket a csapdákat elkerülte, de még ennél sokkal többet is adott. És két olyan elképesztő erős és ugyanakkor eszköztelenül dolgozó színészt választott, és a két embernek olyan hihetetlen különböző a dinamikája, különböző a testnyelve, különböző az, ahogy a világban, a térben létezik. Ez volt az egyik záloga annak, hogy ne legyen egy sematikus film. A dinamikusabb színésznek az volt nehéz, hogy egy kifejezetten ellenszenves seggfejet kellett alakítania tulajdonképpen, és ebből lépésenként, tényleg árnyalatonként bomlott ki egy háromdimenziós ember. Van ez a traumák közötti versengés, amivel itthon is mindig találkozunk. Ugye, ha most így nagyon primitíven mondom, a Trianon versus Holocaust, vagy ez állandóan lefordítható, de ezek is még régebbről érkező traumáink. És hogy szinte sose hagyunk időt arra, hogy értsük azt, hogy a másiknak mi fáj, hanem inkább az lehet a helyzet, hogy kitartja magasabbra a véresebb zászlót. Sok arca van annak, hogy az ember valahogy nagy energiával élhetetlenné teszi a környezetét. Tavasszal elkezdek forgatni egy filmet, és kifejezetten annak a színésznek a számára, aki ebből a párosból a csöndesebb, tehát a palesztin, írtam egy külön szerepet, ami az eredeti forgatókönyvben nem létezett. Annyira erős a jelenléte, annyira erős az ő belső csendje, annyira erős a sugárzása. Velencében, ahol zsűriben voltam, nagyon harcoltam, hogy kapjon egy díjat, és kapott egy díjat. تبي شو عم بقلك؟ أفضل له يعتذر. وقال له لحد مشاكله ضد شركتك. هي مع الشرعية القوات اللبنانية. أنتوا أصلاً شعب بلا أصل. عم تحس فيها؟ أنا بقول بيعرفوا كل شيء. بيعرفوا إمتى منكون مبسوطين. زعلانين. مضايقين. عمي لما نخلص معه بدي يتمنى لو كان في 100 شهرون بوجهه بدالي. ياسر سلامي كمان صار عنده ردة فعل على الكلمات يلي استهدفت هويته. هذا شيء طبيعي. هذا شيء حتمي.
هي طبيعة الإنسان. أنت ليه عم تعمل كل هذا؟ حتى لو كنت من أكثر الناس المظلومين بالعالم، هيدا ما بيعطيك العذر إنك تتصرف بشكل عنيف. أنت كلب صهيوني. نحن عايشين بهالبلد سيد توني، كلنا أخوة. لا مش كلنا أخوة فخامة الرئيس. تفضل انا مني يسوع المسيح لحطه برملو خد التاني.